trombita szóval hívták össze fonyult huszárait a hétvégén. A település hagyományőrző egyesületének összejövetelén a legkisebbek is bemutathatták tudásukat. A karddal való bánást, a fegyverekkel, meg az összetartozást. A résztvevők között ifjú hölgyek is akadtak szép számmal. Egyszer elhoztak minket ide a táborba, és megnézhettük, hogyan zajlanak itt a mindennapok. Nagyon megtetszett a hagyományőrzés, mindig is imádtam beöltözni, és egy nagyon jó közösséget is találtam itt. Az Egyesület idén ünnepi megalakulásának 12. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy kiállítás is nyílt a Kossuth Parkban. A gyermekekkel foglalkozó hagyományőrzők évek óta azon dolgoznak, hogy a fiatalok nemzeti és hazafias nevelése kötetlen formában valósulhasson meg. A nemzeti ünnepeinken ugye diszelegnek, díszsortüzetlőnek, koszorúznak, valamint diszelegnek, zászlót vonnak fel. Tehát ez az ő feladatuk. A gyermekeknek ugye ez fontos, a hazafias nevelés. Tehát próbáljuk őket fegyelemre, hazafias nevelésre, hazaszeretetre nevelni, nem csak a fiúkat, ugye a lányokat is. Szakértők szerint ez a fajta nevelés a fiatalok egész későbbi életét meghatározza. Azért fontos, mert egy picit egyrészt kimozdítja őket a kütyük világából, kicsit megmozdulnak, ki elhagyják azt az úgynevezett zónát, amit ugye nagyon nehéz a szülőknek áttörni. Nekünk úgy néz ki, hogy sikerül. Ez a hagyományőrzés ugye olyan tevékenység, ami a gyermekek számára vonzó, hiszen látják már kis gyerekkorukban a mesékből, hallják a huszárt, látják az egyenruhákat, tetszik nekik, és ha ezt kihasználjuk, akkor bizony eljuthatunk oda, hogy ezzel a tevékenységgel teljesen természetes módon alakul ki az identitásuk. A születésnapi seregszemle kopjafa avatással és harci bemutatóval zárult.